Befejeződött a Velencei tó körüli egységes kerékpárút hálózat Pákos-Sukorói szakaszának kiépítése. A projekt összköltsége több mint 500 millió forint volt. Ez egy nagyon fontos esemény a mai nap. Mindig megkapjuk azt a kritikát, hogy soha nem tudunk egy új létesítményt, egy új pályát átadni. Hát ez ma megtörtént. Én azt gondolom, ez egy nem kis beruházás, több mint 500 milliárd forintos beruházás. A szakasz megépítését támogatta a térség országgyűlési képviselője, Elsimon László is. A forgalmas útszakaszok mellett mindenhol biciklútól lehet közlekedni, és olyan biciklut szakasz sikerül ma átadnunk, amely a jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező létesítményeinket is a biciklis turistáknak a véráramába beköti. A Velencei tó környéki kistérségi tanács tevékenyen segítette a programot. Gárdony polgármestere Tóth István elmondta, örülnek a megvalósításnak. Ez a kerékpárút, ez kiszolgálja a gárdonyiakat, a pákozdiakat, a sukorójakat, adapjakat, velenceieket, de a tópartra érkező összes vendégünket, és azt is látom, hogy a Velencei tó egyre kedveltebb kerékpáros turisztikai központtá válik, hisz ez a 27-28 kilométer, ez még komolyabb felkészültség nélkül is körbetekerhető. Velence város számára alapvetés, hogy az idegenforgalomba bekapcsolódhassanak a biciklitúrák résztvevői is, mondta Surányi Ágnes polgármester. Létkérdés egy idegenforgalmi üdülővárosnak, hogy minden réteget ki tudjon szolgálni. És ma az én személyes legnagyobb örömömre is a bringás turizmus az fejlődő ágazata az idegenforgalomnak. A vendéglátó gesztor Bákosz polgármestere hangsúlyozta, csak nem egy évtizedes állom vált valóra. Nagy örömmel most már végre a végére jutottunk ennek a munkának. Úgy gondolom, hogy az egész tó környékének, de hát ezen belül nyilván Pákoznak is, csak az előnyét és a javát szolgálja az, hogy ezt a létesítményt most meg tudtuk valósítani. Az első ütem befejezése után szeptemberben kezdődhet a következő program is. Így teljessé válhat a 28 kilométernyi kerületi Velencei tó teljes kerékpárút hálózata.